Mindenekelőtt köszönöm szépen, polgármester úr, hogy elfogadta a hatos csatorna meghívását. Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy eljött. Edzésben van? Igyekszem. Mert hogy? Hát település polgármesternek mindig kondícióban kell lennie. Nem, készülünk ilyen, beneveztük a várost Ultra Balatonra, most már harmadjára futjuk körbe a Balatont, és hát ez két hét múlva már szombat-vasárnap aktuális lesz, így most késői felkészüléssel próbálom behozni a levagyot. Na de ez mennyit fut? Mikor edzésben van igaziból tényleg egy-egy ilyen versenyre, amikor felkészül? Most 47 kilométer, öten vagyunk, ugye, és a 212 kilométert osztjuk. Valamikor 38 jut csak, valamikor 50, most olyan 47. Na most én legalábbis úgy tudom, hogy nem az a jó felkészülés, amikor valaki három hetenként lefut 100 kilométert, hanem inkább minden nap egy nagyon kicsit, ezek szerint ön rendszeresen csinálja. Sajnos nem. Na tessék. Sajnos nem. Hétfőnként a halásztelek öreg fiúkban szoktam focizni, meg egy hetente még egyszer elmegyek futni, ez a normál alapfelállás, amikor meg ilyen jön a nyári szezon, akkor most naponta egy óra, egy óra reggel, egy óra hajnalban, egy óra késő este. Hát akkor azért ez mindenféleképpen dicséretes. Hát annyira öreg fiúnak, még nem öreg fiú polgármester úr, nagyon lehet, hogy csak hogyha a fociról beszélünk. De szóval halásztelek. Nagyon sokan járnak arra, mert nincs messze a fővárostól, hát ezt nagyon jól tudjuk. És egyik ismerősöm lakott ott, és egyszer kérdeztem tőle, hogy merre megyünk. Azt mondja, Csepel. Ám jó van, és akkor elkezdte magyarázni, onnan tudom, a Csepel-sziget felső végétől ott, és hogy az agglomerációban most már egyre többen vannak. Na, azért kérdezem, egyre többen mennyien vannak halásztereken? Most 9500 fölött van az állandó lakos, a tartózkodási vagy több mint 10 000-en vagyunk. Na, szóval, hogy gyönyörű szép helyen van, és akkor, amikor kiderült, hogy halásztelek szóba kerül, akkor egy pillanatra azért utána néztem, és nagyon érdekes dolgot találtam a nagyon-nagyon régmúltból, hogy hát ilyen árvizes időket élünk, hogy annak idején a rómaiak korában azért nem nagyon akartak ott letelepedni, mert mindig féltek az árvíztől, jó meleg van itt, nyugodtan törülközzön meg, hogy féltek az árvíztől, viszont Attila, a fejedelem, az meg úgy gondolta, hogy akkor neki ez itt nagyon jó lesz az a környék, és akkor onnan kezdte indítani a támadásait a rómaiak ellen. Na most ezt tudom, nem egy történelem óra, de hát nem minden település büszkélhethet azzal, hogy már a rómaiak korában is, meg még Attila a fejedelem is. Szóval ez él ott a halásztelkiekben, vagy egyáltalán valahogy szóba kerül ez? Mondjuk az iskolába történelem órán. Hát ugye a haditaktika szempontjából fontos volt egy védhető terület. Na, ezt nem tudtam itt szakszerűen mondani. Ahol nem ismerik a gázlókat, az egy védett terület. És ugye ha a gázlókon átjutottak a nagy vagy a kis Duna részén, akkor alapvetően benne biztonságban voltak, illetve a másikban biztonságban az állatok tartása, mert ott nem tudtak elmenni az állatok, mert a folyó fogta. Tehát ja, tényleg. Mesterséges áttereléssel mentek át a területen. Egyébként a Csepel-sziget valóban az agglomerációnak a része, és ugye az agglomeráció azt kell mondani, a rendszerváltás óta folyamatosan nő. Ugye most már a rendszerváltás kb. 2,1 millió ember él Budapesten, most már csak 1,7 körül van. Igen. Még a Pest megyében alig 1 millió ember élt, és most már 1,4 millió. Nőtt a létszám, és a főváros körül létrejött egy városgyűrű, ami körbefogja a várost. Ugye Halásztelek is ennek a szerves része, és ennek a gyűrűnek a megerősödését igazából az M0-ás teremtette meg. Tehát azt hozott egy olyan gazdasági pezsgést, egy olyan gazdasági élénkülést, amivel egyrészt a peremkerületek, másrészt pedig az agglomerációs települések nagyon megerősödtek gazdaságilag. De most, hogyha már ezt szóba hozza, hogy pezsgő gazdasági élet, akkor nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy a halásztelkiek miből élnek. Halásztelek annak ellenére, hogy szorosan rajta fekszik ezen a gazdasági gyűrűn, amit az M0-ás alkot, mégsem egy gazdasági város, hanem inkább egy tipikus agglomerációs alvóváros. Ez pedig annak köszönhető, hogy a településnek nincsen gazdasági területe, mert Halásztelek és Szigethalom az Tökölhöz tartozott még egy 50-60 évvel ezelőtt. Igen, igen. És amikor megépült a tököli repülőtér, akkor ez két külön major volt, a Szigethalmi meg a Halásztelki, vagy Hermina telep, és akkor választotta, amikor a repülőtér leválasztotta a területet, utána kezdett önállósodni. Ennek köszönhetően nincsen területe. Tehát egy délről a repülőtér kerítése határolja, már maga a főútvonal a Sziget-Szent Miklós, a főútnak a túlsó fele, és be van szorulva a gát mellé. Tehát ez a három komoly határ úgy összezárja a települést, hogy nincsen gazdasági terület a településen. Ezért elsőbb a városfejlesztés az egy nagyon, azt kell mondanom, igényes és színvonalas kertesváros irányába indult el. A másik, már az előbb akartam kérdezni, mikor itt, hogy mennyien laknak a településen,
hogy azt olvastam, hogy az 1800-as években 50-en voltak. 4-5 család dolgozott itt, és nagy része a családok, nagy része Ferenc József korábban kaptak itt területeket. Tehát például az én dédszüleim is ezek közé tartoztak, a magas embereket elvitték a katonai testőrségbe, és a testőrségből a leszerelés után ugye nem nyugdíjat kaptak, hanem földet kaptak járadékul, így keveredett a család igazából a Csepel-sziget északi részére, és akkor 4-5-6 család volt az elején, értem, hogy egymás között házasodtak, vagy onnan választottak, tehát viszonylag emiatt a családok egymással rokonságba kerültek, de igazából a település robbanását az a három nagy gyárnak a beindulása hozta, a Csepel műveké, a Csepel autógyári és a pestvidéki repülőgépgyári. És akkor ez a három gyár elkezdett duzzadni az 50-es években munkaerővel, akkor a vidékről felköltöző emberek elsősorban ezekre a településekre, Halásztelek-sziget, Halom-sziget, Szemítós költöztek be. Na most ezek szerint ön tőzsgyökeres? Oda valósi? Apai ágon, igen. Apai ágon. Hát akkor a másik ág az nyilvánvalóan nem az annyira. Az érkezett a másik ág. Ön most már nem először polgármester. Ez a második. Ez a második ciklus. És annak idején, amikor, szóval 2006 előtt, van valamilyen olyan városigazgatási, várospolitikusi múltja, hogy bele merte vágni a fejszét ebbe a meglehetősen nagy fába? Hát három irányból közelítettem meg ezt a dolgot. Csak? Na jó. Alapvetően 4 diplomám van, ebből 2 foglalkozik város működtetés, egyik igazgatásszervezés, igazgatásszervezői, másik egy Európai Uniós szakértői, ezen kívül egy magyar tanári, meg egy történészi. Tehát nekem ez a terület adta magát. A másik vonal, ami volt, hogy én hallgatói érdekképviseletben dolgoztam, vagy foglalkoztam, 2000 és 2004 között az ELT-nek vezettem a hallgatói érdekképviseletét, tehát volt egy közösségi működtetés, vagy egy közösségi döntéshozatalnak a működtetése. És egyébként 98 és 2002 között már ilyen külsős tagként én segítettem az önkormányzat munkáját, tehát nagyjából tisztában voltam a lehetőségekkel. És tisztában voltam abban, hogy a 2007-13-as időszakban az Európai Uniós fejlesztések milyen lehetőséget nyitnak a városnak. Bizony. És nagyjából arról szólt az első ciklus program, hogy azt írtam le, hogy mit lehet megcsinálni a városban az uniós, első uniós ciklusból, és ez működött, és az volt a szerencsém, amit vállaltunk, azt mindent meg is csináltunk. Tehát ez egy jó időszak volt. És azért ezt meg szoktam kérdezni, hogy valaki tényleg a saját kútfőjéből merít, és azt mondja, hogy én már pedig polgármester leszek, vagy pedig nyilvánvalóan dolgozik a képviselőtestületben, vagy ahogy említette, hogy előtte is ott azért mindenféle munkákat már végzett, akkor ilyenkor, hogy mondjam, csak a választók bizalma eredményezi azt, hogy na most akkor tessék szíves lenni polgármesternek jelentkezni. Ez hogy történt az ön esetében? Ez mindig egy ambíció kell. Hát az attól tehát persze. Senkit nem kértek fel, hogy legyen akkor ez vagy az. Kell hozzá egy ilyen ambíció. Nagyjából én beláttam a városnak a működésébe, és nagyjából azt kell mondanom, a döntéshozatal nehézségeit láttam, tehát az, hogy mennyire nem születnek meg a hatékony döntések. És akkor ezzel kezdtem foglalkozni, hogy leírtam, hogy mit hogyan lehetne csinálni, és akkor hirtelen partnereket találtam ehhez. És akkor igazából a városvezetés az nem egyéni. Annak ellenére, hogy egyénileg választják a polgármestert, de ha nincs a polgármesternek csapata, akkor igazából tehetetlen polgármester. Mert lehet, hogy ha nincs meg a többség mögötte, akkor alapvetően nem tud jól dolgozni. Tehát meg kell teremteni a csapatot, amely megteremti a többséget, és akkor lehet hatékonyan dolgozni. Na de nem gondolom azt, hogy a település jövőjét, jelenét meghatározó döntések úgy születnek meg, hogy a testületi ülésen hirtelennyiben mindenki bólint. Mert azért gondolom, veszekednek is néha. Hát na, jó értelemben. A veszekedés akkor van, hogyha nincsenek előkészítve a döntések. Nálunk általában egy testületi ülés 20-30 napi rend, de egy óra alatt lemegy a döntéshozatal. Nagyjából a bizottságokon döntésekre jutunk, hogy mi az, ami elfogadható mindenki számára, és mi az, ami még további csiszolásra vár. És amikor a testületi ülésünk, akkor már csak igazából szavazunk azokról, amelyekben már korábban kialakult az egyetértés. Na most már az előbb ilyen nagy vitás testületi ülések nincsenek. Már az előbb akartam kérdezni, mikor említette ezt, hogy Európai Unió is, meg hogy már az első ciklust inkább azt határozta meg, hogy mit kell csinálni. Most a második ciklus vége felé leginkább azt kérdezem, hogy mit sikerült, vagy mit nem sikerült megvalósítani abból, ahogy említette, amit leírta az elképzeléseket. Mindenre gondolok, kultúrára is, meg járdaépítésre is. Az első ciklusban mi nagyon sokat vállaltunk. Azt gondoltuk, hogy az uniós források, és ez egy hatékony városgazdálkodás sok mindenre lehetőséget ad, és azt kell mondani, hogy szerencsések voltunk.
Először építettünk egy új háromcsoportos óvodát még önerőből, mert a agglomerációban a legnagyobb probléma, hogy a beköltözők, azok általában a fiatalok, de ez nem probléma. Van neve az óvodának? Tündérkert, már korábban is volt. Há, ez az, úgy rém lett valami, igen. Korábban is volt egy óvodánk, és azt bővítettük meg három csoporttal. Majd ezt követően az volt a filozófiánk, hogy Halásztelken nagyon sok kertesház van. És azt tapasztaltuk, főleg a kulturális és közösségi oldalról, hogy az emberek alvó településként használják, tehát hazajönnek, bemennek a házukba, bezárkóznak, és max a kertbe sütögetnek, vagy kertbe beszélgetnek, vagy ha rokonokat hívnak. Nagyjából a kerti élet miatt nincs igazából a közösségi élet. És az volt a koncepció, hogy csináljunk színvonalasabb parkokat, mint amilyenek a házaknak a kertjei. Aha. Pedig szépek a kertek ott. A kertek. Csak ez azt jelenti, hogy egy normál park a fejlesztés az kb. 50 millió forint, de akkor azon egy olyan játékokat, amik 30 évig játékok, olyan padokat, olyan szabadtéri eszközöket, gördeszkapályát. Hogy játszanak a felnőttek is. Szabadtéri fitnessgépek. Tehát ebbe az irányba indultunk el, és ez másfél év után meghozta az eredményét. Tehát ez most már, amikor korábban ilyen 6-8-10 ember használt ez a parkokat, most ilyen 150 ember kint van egy hétvégén egy ilyen parkba. Három komoly parkot csináltunk, és kihozza az embereket otthonról, és ha már kimondak, akkor már beszélgetnek, legeltetik a gyerekeket a játszótéren, és akkor lehetőség meg egy kis kapcsolati építésre. És igazából a kertváros az erről szól, tehát hogy ne zárkózzanak egymást a szomszédok, meg ne öregedjenek meg egymás mellett úgy, hogy nem ismerik egymást, de ehhez persze olyan színvonalas helyeket kell teremteni, ahova szívesen nem megy ki, mintha otthon maradnak. Bűnözés van? Rosszat kérdeztem. Mindenhol van. De arányaiban nem mindenhol egyforma. Épezett bezártsága miatt egy szerencsés helyzetben van. Egy darab út megy be, és egy darab út jön ki. Hát ezt bekameráztuk. Hát ez az. És akkor ez jelentősen hozott a közbiztonság javulásán. Igazából én azt szoktam mondani, hogy mi célterület vagyunk. Az azt jelenti, hogy célterület, hogy viszonylag nagy kertes ingatlanok vannak, jó minőségű házak, és viszonylag azt kell mondanom, jó jövedelemmel rendelkező lakosság. Igen. Emiatt célterület vagyunk, tehát szoktak érkezni bandák, felderíteni kocsikkal nézni, de annyiszt jól működik a rendőrség az együttműködés, mi vettünk a rendőröknek autót, bekamaráztuk a települést, fizetjük a körzeti megbírozó túlóra pénzét, és azt kell mondani, nincsenek rossz élményeink, hogy így fogalmazzak, tehát nagyon komoly problémák. Ugye a betörés a célterület, de ugye ezt is sikerült visszaszorítani. Az egyébként azért is érdekes, és azért is kérdeztem, mert azt szokták mondani, hogy ha van valahol egy, mondta, hogy viszonylag jobb módú emberek, hát nyilván valamikor adóznak is. Tehát, hogyha van egy olyan település, ahol ilyen a település szerkezet, és nem az van, hogy mit mondjuk Balatonon, hogy nyáron ott vannak, aztán télen meg üres az üdülő, aztán be is törik. Szóval ez ebből a szempontból szerencsés, abból a szempontból meg, amit elmondott az előbb, meg nagyon jó, illetve nehezebb összehozni a közösséget, de hát ezek szerint ez önöknek mindenféleképpen sikerült. Na most a másik, amit hogy szintén akartam az előbb kérdezni, hogy ami nem Budapest, akkor mindig megrémülnek az emberek, hogyha valahol valamilyen rendezvény vagy esemény van, hogy akkor hogy lehet oda jutni. Az egyik ismerősem az elég sűrű jár arra, és azt mondta, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal jobb, amióta a vonal jár, és nem a BKV. Most nem akarom a budapesti közlekedési vállalatot bántani, csak igaza volt neki? Halásztelekről azt kell tudni, hogy 2 kilométerre van a városközpontja az M0-ástól. Emiatt a településen 3500 ház van, és kb. 5500 autó. Tehát ez azt jelenti, hogy a ingatlanok nagy részének 2 autóval rendelkezik, tehát nekünk nem is a tömegközlekedés okoz a legnagyobb problémát, hanem ez a személygépjármű forgalomnak a kiengedése a szigetről, meg a bejövetele a délutáni órákban. És ennek egy nagyon komoly fejlesztések történtek az elmúlt években. Sikerült, ugye 2 kijáróval Halászteleknél, meg Szigetszentmiklósnál, vagy az M0-áson, vagy a Csepel-szigetről. Épült 2006 és 2009 között megépült egy belső gerincút, ami elmegy az M0-ás fölött, és be lehet menni közvetlenül Csepelre, tehát nem kell lámpás kereszteződésen áthaladni. Ez jelentősen javította a közlekedésen. A tömegközlekedésnél, amikor én még gyerek voltam, én még Újpesten jártam iskolába Halásztelekről, akkor másfél óra alatt fel lehetett lenni Újpesten. Egy 20 perc alatt ben volt a busz Csepelen, a hév is robogott, 17-18 perc, metró. Ennél sokkal rosszabb lett utána ez a 90-es évek vége felé. Amikor váltott a volán, akkor megváltozott a szolgáltatás minősége. Egyrészt lassabb lett, de tisztább és kiszámíthatóbb a közlekedési rendszer, de igazából azt kell mondanom, hogy nagyon nagy méretű lett az utas létszám csökkenés.
Ja, hát igen. Tehát meg hát a gépkocsi forgalom. Hogy a lakosság többsége megengedhette magának a gépjárműt, és átszokott a gépkocsira, és nagyjából ez hozta azt, hogy nem annyira zsúfolt a tömegközlekedésünk. A másik fontos fejlesztés, hogy 2006-ban megválasztottak, akkor reggeli időszakban olyan három kilométeres dugó volt, tehát a város közepétől az M0-ásig állt a kocsisor. Hát, hogy igen. És ez olyan 50 perc volt, mire el lehetett jutni az M0-ásig. És számtalan szólt, amikor néztem a dugót, akkor azt tapasztaltam, hogy a kocsikban benne ülnek a gyerekek. Tehát kiköltöztek a lakosok a kisgyerekekkel Budapestről. Ezt visszahordják őket. Vissza behordták a gyerekeket óvodába, igen, iskolába. És az volt az első koncepciónk, hogy olyan szolgáltatásokat csináljunk óvodába, iskolába, bölcsödébe, ami miatt nem, tehát mindenki ide szeresse hordani a gyerekét, tehát senki ne akarja elhordani Budapestről, és majdnem közel 1 milliárd forintból iskolát fejlesztettünk. Az igen. Ugye a településnek a éves költségvetés kb. 1 milliárd forint, tehát azt jelenti, hogy egy teljes éves költségvetést 3 vagy 4 év alatt bele tudtunk tenni az iskolába. Építettünk egy új szárnyat, van egy nagyon komoly zeneiskolánk, ahol most 120 gyerek tanul, és vannak mindenkinek hangszereket biztosítottunk. Van 360 darab laptop az iskolába. Tehát magyarul arra készültünk, hogy egy 21. századi iskolát építsünk, és aki oda öltözik és megnyit az iskolát, az nem akarja máshova hordani a hát gyerekét. Hát ez mindenféleképpen. És amikor elkezdtük, akkor olyan 50-52 gyerek volt évente az iskolába, most szeptemberben 101 gyereket veszünk már fel. Tehát azt jelenti, hogy a két osztály helyett most már 4 osztályos évfolyamok indulnak, és egy kis célt értünk, mert az volt a cél, hogy ott megkapja a nyelvi készséget, a számítástechnikai készséget, ne kelljen utazni a gyereknek, 10 perc alatt otthon van az iskolából, vagy maradjon benne az iskolában, és akkor viszont aktív tevékenység legyen lehetőséges, akár ezt 18 éves korig tudjuk biztosítani egy magas színvonalon. És egy gyereknevelő város, egy saját gyerek van? Város, van két fiam van. Mekkorák? 8 és 5 évesek. Ez a legjobb kor, mert utána aztán már egyre nehezebb lesz velük, mert ugye azt szokták mondani, hogy kis gond, vagy kisgyerek, kis gond. Na mindegy. Na szóval a másik dolog, hogy beszélgettem korábban egy polgármester úrral, budapesti 18. kerületi polgármester, és arról beszélgettünk többek között, hogy milyen nevezetességei vannak a kerületnek, meg hát amilyenkor mindig szóba jön testvérvárosok, stb. És valahogy úgy szóba kerül, hogy természetesen van Petőfi szobor. Na most, én most már tényleg nem először hallom, hogy természetesen van Petőfi szobor. Szóval Petőfi Sándor annyi helyen járt, hogy szerintem, vagy annyi helyen nem is járt, ahányszor van, vagy ahány helyen van, de önöknél is van, úgy tudom. Ez egy hosszú történet. Hát van rá egy perce, nyugodtan. A település, ez egy fiatal település, tehát igazából 1950 óta működik. Önálló településként, és igazából a leggyorsabban fejlődő város az országban, mert 50-ben jött létre a település, és 2008-ban. De 2008, igen, akkor város. Hát ez rekord a magyar város történetben. Nagyon régi történelmi emlékek nincsenek. Házak, a legrégebbi házak is az 50-es években épültek, tehát nagyon azt kell mondanom, hogy műemlékek nincsenek. Egy darab kastély műemlékünk van, és emiatt igazából... Ez a Malonyai kastély. A kastély kiről kapta a nevét, már csak zárójelben. Ott lévő család, nem ők építették a kastélyt, de viszonylag sokáig ott élt ez a Malonyai család a kastélyban, és az ő nevük maradt fenn valamilyen. Több család is birtokos. Na szóval akkor visszatérve Petőfi, igen. Tehát ilyen nagyon régi emlékeink nincsenek, tehát nincsenek első világháborús emlékeknek, nincsen második, de ebben a ciklusban közadakozásból és egy kis önkormányzat segítséggel nekünk is lett egy Petőfi szobrunk, hogy hova tudjanak menni az óvodások 15-én zászlót szurkálni. Működik a dolog, pont a kis óvoda mellett van. Na most, hogyha oda kellene, most úgy értem, nem úgy a turistákat csábítani, hogy lakjanak ott 4 hónapig, hanem tényleg van egy szabad hétvégéjük, egy szombat, vasárnap, akkor azért ott is vannak, hogy mondjam, néznivalók. Most az, hogy nagyon szép maga a város, az rendben, de azért azt hiszem, Szent Erzsébet templom van? Igen. Szóval azért vannak ott a látnivalók, amiket talán a nem ott lakók nem annyira tudnak. Miket tud ajánlani? Általában egy agglomerációs város nem turisztika. Azért mondom, hogy én nem is arra mondom, hanem aki beül a kocsiba, azt elmegy. Egy nagyon érdekes, akkor a tanács és a akkori római katolikus pap fogott össze a 80-as években, és egy fakupolás, egy kupolatemplom van, alatta van a szolgálati lakás, fölötte egy kupolatemplom, egy bronz lemez borítással, és egy felső üveg megvilágítással. És egy nagyon egyedi ácsmunka volt, és nagyon egyedi volt, hogy hogyan és mikor jött létre.
és nagyjából az egész templomban a fa dominál. Tehát van egy természetes egyszerűsége, hogy fából van a plafon, fából van a padló, fából vannak a bútorok, és nagyon szépen igényesen kialakítva. Tehát ez egy látványosság, de ugye nagyrészt azok használják, vagy azok gyönyörködnek benne, akik ott laknak, hogy ott vannak a településen. Az se baj. Nagyon nagy turisztikai kirándulás nincsen. Tehát nem akartuk, hogy a város szerepzavarban legyen, mert ugye mindenki szökőkúton. Ja, persze, a főtéren, igen. Még egy szobor, meg még egy turul, meg mit tudom én, micsoda. Nem, alapvetően ezt a csendes kertvárosias funkciót szerettük volna megoldani, jó oktatással és nagyon jó rekreációval. Hát ahogy a szavaiból kivettem, ez mindenféleképpen sikerül is, de ha már a rekreációt mondja, azért egy pillanatra ugorjunk így az utolsó percekben vissza a sporthoz, mert Halásztelek FC és futball és öreg fiúknál is focizik, de, és sportcentrum is van természetesen. Ezen kívül, mert nem csak foci van a világon, milyen a sportélet? A legnagyobb ilyen létesítményünk az a sportcentrum, egy viszonylag új sportcentrum, és két NB1-es minőségi pályánk van hatalmas zöld területtel, és a sportcentrumon működik box és judo szakosztály, női foci, gimnasztika, különböző... Öröm hallani, a női foci egyre népszerűbb, és már nem csak előmeccsek vannak, most hanem igazi is. Is lett már női foci csapatunk, és már toborzás is van. És elsősorban arra koncentráltunk, hogy utánpótlás képzés legyen. Az tehát nem az a cél, hogy most itt akkor megy egy, mit tudom, ilyen NB2-es csapatunk legyen, és toljuk bele a pénzt, és vásároljuk a játékosokat. Nem ez volt a cél, hanem az, hogy az itt lévő gyerekek tudjanak fölnőni. Most ennek keretében ugye két füves pályánk, három füves pályánk van, egy műfüves pályánk, illetve most építünk, mind a két óvodában lesz egy műfüves pálya, az iskolában is építünk egy műfüves pályát, ezek már megnyert pályázatok. Kivitelezési szakaszba jönnek, remélem nem sokára, és inkább azt gondolom, hogy annyi szabad terület legyen, vagy annyi zöld terület, ami motiválja a sportlás az embereket, igen. És inkább az egészségmegőrzés, tehát nagyon sok helyen gáton lehet futni, most futópályát építünk a sportcentrumba is, tehát azt kell mondanom, hogy a hétköznapi életben, amikor hazajön az ember a munkából, akkor utána ott legyen mellette, körülötte azok a színvonalas sportok. Na most így végezetül összeindul? Igen, hát ez egy szakma. Ez egy szakma, és egy mondat. Mit szeretne a következő ciklusban megvalósítani? Tudom, hogy a kérdésre nehéz így válaszolni, de azért egy mondatban is lehet. Egy nagyon fontos fejlődési szakasz zártunk le. Tehát ez a 8 év, az pont egy fejlődési szakasz volt, ami arról szólt, hogy a nagyon jó színvonalú intézményeket létesítsünk. És nagyon sok hitelt is vettünk fel, de nagyon sok épületet építettünk, közel 2 milliárd forinttal növeltük a vagyonunkat, és most egy olyan időszakban, hogy újabb nagy vállalásokat tehetünk, tehát azt kell mondom, komoly fejlesztésekbe tudunk belevágni. 3 nagyon komoly fejlesztést tervezünk a következő időszakra. Szeretnénk a Malonyai kastélyt megvásárolni, és az egy városháza, egy igényes reprezentatív környezetlen, egy osztrák tulajdonban van, és nem nagyon tud elemit kezdeni a tulajdonos. Kell egy városközpontot szeretnénk kiépíteni az iskola és a templom környékére, Tirkős utcák, padok, szökőkút, ez kell. És a harmadik az, hogy most már 650, majdnem 700 gyerek jár az iskolába, és 2 tornatermünk van. És ugyanerre a telekre lassan belevághatunk egy nagy sportcsarnokba, ami 3 tornatermre osztható, és akkor így egyszerre 5 testnevelés órát lehetne tartani az intézményben, ez egy nagyon versenyképes kínálat lenne. Ez igen. Polgármester úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ma még fog futni? Még este van egy. Köszönöm szépen, még egyszer jöjjön máskor is.